90. születésnapján köszöntötték Erzsike nénit, koratavaszi munkák a karcagi kertekben, tiszai apadás sok szeméttel, gáthasználat csak engedéllyel. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 3-án 18 óra 5 perckor. Kovács Pálné Tóth Erzsébet 1931. február 24-én született Gárdoson. 90. születésnapján köszöntötte a város vezetése. Kovács Pálné Tóth Erzsébet 1931. február 24-én született Gádoroson. 90. születésnapján lánya Éva és férje Kálmán, fia Pál és menye Krisztina mellett Szepesi Tibor polgármester, dr. Pintér Zoltán Árpád, a körzet képviselője és dr. Zsembeliné Kovács Mária, a polgármesteri hivatal munkatársa köszöntötte. Magam képviselőtestület, és én azt gondolom, hogy a város egész lakossága nevében nagyon jó egészséget kívánjuk még hosszú éveket közöttünk, ilyen frissen, szellemi frissességgel, jó egészséggel, hiszen nagyon nagy szükségünk van Erzsike nénének a humorára, a jókedvére, a közösségi együttműködésére. Én bízom abban, hogy még nagyon sokáig úgy, ahogy eddig is együtt tudunk majd karcagért sok mindent tenni. Nagyon jó egészséget kívánok, és nagyon boldog születésnapot. Nagyon szépen köszönöm. Kovács Pálné Erzsike néni elemi iskolába Gádoroson, polgáriba Szentesen járt. Csodálatos énekhangja van még ma is. Köszöntőit vidám nótázással fogadta. Míg fél évszázaddal ezelőtt Karcagra érkezett, addig férje több malomban dolgozott, Tatától vérteszülősen át Pécsig. Békés megyei vagyok. Gádoros. Ott születtem 1931. február 24-én. Aztán, mikor férhez mentem, akkor az élet megzavart, mert az ország különböző helyzeteibe, vagy helyébe laktunk. Sorba mentünk úgy, ahogy a férjemnek a munkája megkövetelte. Malomba dolgozott, malomipari munkás volt, és oda mentünk egymás után, és utána kerültünk Karcagra, mert így sajnos nem tudtunk csak egyszer hazamenni Gádorosra, mert nagyon messzi volt, akkor is fölpakolva vittük a gyerekeket, már mikor születtek a gyerekek, és hát nagyon-nagyon nehéz volt, és így kerültünk Karcagra. Karcagon a hántoló malomnál kaptunk hát helyet, lakást, és ott nagy jól éreztük magunkat, mert tiszteltek, becsültek, és úgy érzem, hogy szerettük egymást, nem csak mi őket, hanem az ott dolgozókat is, és velük együtt a gyerekeimet is, és ott nagyon jól éreztük magunkat. Pali bácsit 1956 után helyezték Karcagra, az Őrlő malomban lett igazgató. A hántoló malomban kaptak szolgálati lakást. Erzsike néni a május 1-TS-ben lett könyvelő. Mindig is közösségi ember volt, így nem csoda, hogy 19 évig folyamatosan tagja, később vezetője lett az iskolai szülői munkaközösségnek, de munkahelyén is rengeteg társadalmi munkát végzett. Abban az időben még voltak bankettek, társadalmi megmozdulások, ahol ő volt a hangulat felelős. Nagyon szeretem, hogyha az embereket csak egy picit is fel tudom rázni úgy, hogy jól érezzék magukat, nem pedig az, hogy na, itt vagyok már megint, az még csak nem is törődnek velem. Mert azért azt tudomásul kell venni, hogy nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy egymás társaságában sokan legyünk, védjük egymást, segítsük egymást, és ami a legfontosabb, én mindig azt mondom, szeressük egymást. Mert higgy el mindenki, hogy bármi történik, bárhogy van, valamiért, ha az ember érzi azt, hogy mellette
vagy mögötte van valaki, aki segít, na jó van, igazad van, jó van, na gyere, beszélgessünk, vagy tudok segíteni, vagy hozzak a bódba, szaladok a bódba, hozzak be, menjek, hozzak valamit. Ezek kis dolgok. És annak, aki korábban már fiatalabb, az el se tudja képzelni, hogy ez mennyi segítséget jelent. Énekével, jókedvével, munkabírásával mindig előjárt. Munkatársaival figyelmes, az emberek gondjaira érzékenyen reagáló ember volt, ma is az. 1973-ban épült meg a Petőfi utcai házuk, ahol jelenleg is él. Utána rájöttünk, hogy hát azért nagyon jó, de azért csak próbáljuk meg, hogy építsünk egy házat, magunknak vegyünk, és már helyet, és akkor építsük a házat. Hát igen, így kerültünk a Petőfi utcára, és így is vagyunk most már itt több tíz éve, és itt érezzem nagyon jó magam, éreztem főleg akkor még, mikor a férjem meghalt. Itt vagyok otthon. Most már sajnos, hogy megöregedtem, megfiatalodtam. Egyre ritkábban megyek haza Békés megyébe, mert messzi van. De még a családom minden tagja ott él, még mindig Gádorosan Békés megyébe. Lánya Éva pedagógusként végzett, fia Pál Moszkvába került a gimnázium után. Nagyon nehéz volt neki ez a 6 év, mert akkor még csak levelezni lehetett, nem tudtak találkozni. Erzsike néni nagyon büszke gyermekeire, akik szép karriert futottak be a maguk szakterületén. Nyugdíjba vonulása után sem maradt otthon. Férjével elvégezték a tanfolyamot, és idegenvezetőként kísérték a csoportokat az ország különböző vidékeire. Éveken át volt a Karcagi Áfész nőbizottságának vezetője, ahol számtalan programot szervezett. Férje halála után az idősek napközi otthonában talált társaságot magának. Itt is minden programban aktívan részt vett, műsorokban jelmezbálakon, vetélkedőkön kamatoztatja képességeit. Nagyon várja már, hogy egy év után újra mehessen szépkorú társaihoz a klubba, hiszen a járványhelyzet óta itthon van, az ebédet pedig házhoz hozzák neki. Lányáik egy utcával laknak arrébb, így velük naponta találkozik. A lányomék, azok egy utcával arrébb laknak, és az nekem csodálatos, hogy bármikor szükségem van rájuk, mindenféle szempontból, nem csak azért, hogy gyere át, segítsd behozni a fát, de például azt is, mindenben segítenek nekem, megkérdezik, hogy mama, nem kell valamit hozni a boltból, mama, nem kell ezt csinálni, vagy azt csinálni, és az nekem nagyon-nagyon jól esik, mert akkor nem kell azon gondolkoznom, hogy idegent beengedjek a lakásba, és még ráadásul nem is úgy csinálja azt, amit kellene. Fiával kevesebbet, de az akkor mindig nagyon intenzív együttlét. Nagyon büszke 3 unokájára, Évára, Krisztinára és Katára. Ha kellett, mindig ugrottak férjével, ha valamelyikre vigyázni kellett, akár Pakson, akár Karcagon. Mindig örül, ha meglátogatja Dénes, a 2 éves Díd unokája is, a fényképekből albumot vezet. És mi a hosszú élet titka? Erzsike néni szerint egyszerű a recept, a szeretet, a tisztesség, a másokkal, legyen az a család, a szomszéd, vagy egy jó ismerőssel való törődés, odafigyelés. Olyan jó eső érzés, hogy akkor mindig azt érzem, hogy valakihez tartozom, illetve más is tartozik én hozzám, és gondolunk egymásra. És ez így nagyon-nagyon jó, nem az, hogy másodmagammal vagyok, hanem az, hogy az egész városban bármerre megyek, csóklom Erzsike néni, szia Kovácsné, hogy vagy? És ez fordítva is ugyanígy van, nem csak az, hogy én szólok másnak, hanem más is szól nekem, és ez nagyon jól esik. Mert nagyon kell az, hogy egymást tiszteljük, ez a legfontosabb. Nem az, hogy találkoztam X-szel, ezt meg ezt csinál, blablabla, hanem az, hogy tiszteljük, szeressük egymást, és ha kell, segítsük. Az olvasás és a kertészkedés ma is kikapcsolja. Vallja, nem szabad leállni, mindig kell valamit csinálni. Bár, mint mondtam, neki is van ok a sírásra, de viccelődésre, nótázásra, nevetésre is kell időt szakítani, mert azt tartja fiatalon az embert. Már elkezdődtek a kertészkedőknél a palánta nevelési munkák.
A kertekben pedig, ha az idő engedi, már földbe kerülhet a mák is, tudtuk meg Izsiás Antaltól. A kertben a szántáson még nem nagyon lehet dolgozni, mert nagyon lágy a föld, de a kisüzemi otthoni palánta neveléshez a magvakat már el lehet ültetni. Az elültetett magokat meleg helyre kell tenni, és vigyázni kell arra, ha ki kell, ne nőjön gyorsan, mert akkor életképtelen palánta marad, kiültetés után már nem tud megerősödni. Ilyenkor azért, aki a nyárra gondol, tavaszra, az már ilyenkor előkészületeket csinál. Hát magvetéseket lehet végezni. Hát én kisüzemileg nem nevelek palántát, mert nekem annál több kell, hogy az ablakban palántát neveljek. De a palánta nevelő üzemek azok már tevékenykednek, dolgoznak. Tudom, van olyan ismerősöm, aki már káposztát, kínai kert, egyébként már forgalmaz. Tehát ott azért Szentes környékén ott azért nagyobb az élet. De lehet házi kertre is palántát nevelni, lehet virágpalántát, zöldségpalántát, ilyenkor el lehet vetni a magvakat, kitenni meleg helyre, letakarni később, ugye vigyázni arra, hogy ha ki kell, akkor ne dőjön gyorsan, ne nyurguljon, mert szokott lenne a probléma, hogy nagyon szép, és egyszer csak elszaladt, és egy életképtelen palánta maradt, hiszen ha kikerül a természetbe, már nem tud megerősödni. Tehát a palánta nevelés az egy másik szakma. A magültetéshez vannak balkonos virágládák, keresztőrekeszek, amelyekben kikel a paradicsom, paprika és egyéb vetemény, amit aztán két szikleveles állapotban nevelő edénybe kell tenni, és abból majd kiültetni a földbe. Egyébként vannak kis balkonos virágládák, amelyekben lehet nevelni, hát kikereszteni, vannak keresztőrekeszek, ládák, amelyek arra valók, hogy kikeljen, és akkor két szikleveles állapotban áttűzelik, úgynevezett pikírozással, és akkor átteszik ilyen nevelőedénybe. De ha nem sok kell, akkor lehet, tudok most is olyat, aki csípős paprikát kereszt, és majd próbál otthon nevelni. A kertben a vakondok okozta gondokról is szólt a szakember, amely főleg nyáron probléma. Sajnos nyár óta óriási a vakond fertőzés a kertekben, mert ahol a kikelt magvakat öntözik, ott a vakond is megjelenik, a rovarok után szépen végigszántja a gyökér alatti részt. Hát a vakond ilyenkor nem ellenfél, sajnos már tavaly nyár óta ilyen óriási a vakond fertőzés. Problémát az jelenti, mint itt is, ahogy állunk, hogy ez egy gyakorlatilag már egy feladott kert, amelyeket nem tudok művelni, csak füvet nyírok. Hát mielőtt a fűnyíróval indulok, akkor ezt mindig végig kell járni, el kell gerevézni, mert a fűnyíró nem megy el. A szántó területen is majd elő fog jönni később, ott már az lesz a probléma, hogy mint a tavalyi év is történt, hogy vetés után nem volt csapadék, és akkor a kelő vagy kikelt magvakat vagy kis növényt öntözni kellett, de most ennek a hatására a vakond megtalálja azt a lehetőséget, hogy ahol öntöznek, ott van valószínű, ugye neki való rovar étel, és az a gyönyörű szépen végigszántja. Tehát végigássa a gyökér alatti részt, ő nem eszi meg, csak megemeli a talajt, és így sok kárt csinál sajnos. Míg a kertekben lágy a föld, ha nem lesz csapadék, egy hét múlva kézi erővel, kis területen kapával, gerebjével lehet dolgozni, hiszen a mák vetési ideje már itt van. Folytatódik a lassú apadás térségünkben. A vízszint csökkenése lehetővé tette a Tiszató menti védelmi szakaszon a készültség megszüntetését a tegnapi napon. A Tisza közel egyidejűleg tetőzött Szolnok és Tiszaug térségében. A kötivízig megszüntette a készültséget a kiskörei tározó, Tiszató menti védelmi szakaszon, így jelenleg Kiskörétől a balparton Lakitelekig, illetve jobb parton Csongrádig. Az elmúlt napokban felfedezett hódüregek miatt az agyva jobb parti töltésének 40 plusz 850, valamint 29 plusz 836 töltéskilométer szelvényében az igazgatóság pontszerű, harmadfokú árvízvédelmi készültséget tart fent. A mai napon Szolnoknál 759 cm-t mértünk, jelenleg a Tisza Szolnok és Tiszabújő közötti szakaszon tetőzik, tehát Szolnoknál ma délutáni órákban várható a tetőzés, amit előre jeleztünk érték környékén, tehát a 760 cm környékén.
Belvízvédekezés. Az igazgatóság valamennyi belvízes szakaszán készültség van érvényben. Másodfokban történik a belvízmentesítés a karcagi, a kisújszállási, a jászberényi, a jászkíséri, a tiszakécskei és a kiskörei szakaszon, míg első fokú a készültség a mezőtúri, a kunhegyesi, a törökszentmiklósi és a cibakházi, valamint a ceglédi belvízvédelmi szakaszon. Az elmúlt 24 órában 32 szivattyútelep és 4 mobil gépegység üzemelt, melyek együttesen 1,2 millió köbméter vizet emeltek át a befogadókba. Az áradás rengeteg szemetet hozott magával. Jelenleg figyelőszolgálatot látunk el, az az úszadék mennyiség, ami érkezett, az levonult, számoltuk a palackoknak a számát, és arra a megállapításra jutottunk, hogy ami beérkezik felső szakaszon Tiszafürednél, az alsó részen annál kevesebb távozik el. Tehát az úszadék egy bizonyos mennyisége itt kirakódik a mi védelmi szakaszainkon, tehát ezt az árhullám levonulása után össze kell szednünk. Az igazgatósághoz beérkezett információk alapján az önkormányzatok közül másodfokú belvízvédelmi készültséget tart fenn Túrkeve, Jászkísér pedig első fokban védekezik. A szakemberek akciót hirdettek, tisztítsuk meg a Tiszát címmel. A Tiszató gátjára autóval csak akkor lehet idén felhajtani, ha megváltják hozzá a töltéshasználati engedélyt. A Tiszató gátjára autóval csak akkor lehet felhajtani, ha megváltják hozzá a töltéshasználati engedélyt. Az engedélyeket szinte minden település horgászboltjában és a gátőrházaknál meg lehet váltani, és ha csak egy napra igényelnénk, akkor az csupán néhány száz forint. A gátjárási engedélyeket árusító helyek listáját és a nyitva tartásukról készült listát televíziónk honlapján a www.karcagtv.hu internetes oldalon, valamint a Kötivízég internetes oldalán megtalálják. Az engedély általában helyenként korlátozással a Kötivízég kezelésében lévő védőtöltéseire, továbbá a Tiszató területét övező védtöltésre érvényes. A gáton maximum 40 km/h sebességgel lehet haladni, és a töltésen közlekedő kerékpárosok részére a gépkocsival elsőbséget kell biztosítani, szól a szabály, aminek további részleteiről kérnek mindenkit, hogy tájékozódjanak. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!